Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Györfi István tagiskola alsó tagozatában. Szakányi Kollár Temesével beszélgetünk, hiszen szeptember közepén mindig fecskeavatót szoktak tartani. Nem mindenki tudja, hogy mi ez, úgyhogy először egy picit magyarázzuk meg, hogy mi is ez a fecskeavató. Az első osztályosokat most fogadjuk be a Györfi István általános iskola közösségébe, és hagyományt szeretnénk azzal teremteni, hogy most a nyolcadikosok köszöntik őket, és ők mondják el a fogadalom szövegét. A fecskeavatót pedig szüreti mulatság kíséri, ahol madárijesztős felvonulás és táncház is lesz. És hát mindig egy adott helyszínen, tehát egy kopjafánál mondják el, Kárpáti Jenő bácsi faragásánál, a tudás és több, mint a szeretet, igen, tehát mindjárt elsoroljuk. Igen, a szeretet, a tudás és a barátság fája, hiszen amikor 2006-ban készült, akkor még csak a szeretet és tudás fája volt, de mióta a Székelykeresztúri testvériskolánkkal is felvettük a kapcsolatot, azóta pedig a barátság fája is lett. Mindig nagy élmény a gyerekeknek, szülőknek, nagymamáknak, tehát azt hiszem, hogy ez az első olyan lépés, hogy ők is most már Györfisnek érzik magukat, és utána pedig indul egy ilyen jelmezes felvonulás osztályonként. Igen, egy madárijesztős felvonulás, amit majd táncház követ. A táncház előtt a volt győrfisek, illetve mostani győrfisek, a pántlikások két pár táncház előtti ízelítő táncot fog nekünk bemutatni szatmári táncokból. Ők Oroszné Millinghoferit, a táncpedagógus tanítványai. Ezt ugye táncház követi, és ezután pedig a hulladékgyűjtés eredmény hirdetése lesz. És hát ön szorongat egy nagyon szép ajándékot is, amit most fognak először átadni az elsősöknek. Mi is ez pontosan? Egy favonalzó, amin tulajdonképpen kunrózsa van, és ezzel is az első osztályosoknak fogunk kedveskedni. Én akkor azt kívánom, hogy megint újítsanak majd jövőre, hiszen minden évben van valami új dolog, amivel befogadják az elsősöket, és a fogadalom tétel után akkor mindenki Györfisnek érzi most már magát lélekben is. Reméljük így lesz, és a táncházra is minden szülőt, nagyszülőt, illetve felső tagozatot is szeretettel várunk, hiszen itt egy nagyon jó hangulatú táncház szokott lenni, mi pedig biztosítjuk az udvart, földíszítették kollégáim nagyon szépen az udvart, úgyhogy reméljük szép délutánunk lesz. Az idő mellettünk van. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen!